Többször több helyen beszéltünk már az idei reneszánsz évről. Most is egy kiállítás ajánlunk, amelyet a reneszánsz év és életérzés ihletett, és melynek a Madách Imre Művelődési Központ ad teret május 10-től. A reneszánsz újjászületése című kiállítás alkotóművészeit, Zubovics Györkös Erzsébetet és Vince Józsefet köszöntöm a stúdióban sok szeretettel. Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Köszönjük a meghívást, és igyekszünk. Köszönjük a nézőket és hallgatókat. No, hát én úgy tudom, hogy József kifejezetten reneszánsz embernek vallja magát, hiszen nagyon sok mindennel foglalatoskodik, erre majd ki is fogunk térni. Ön hasonlóképpen érez Erzsébet? Igen, nekem a reneszánsz a kedvenc, hogy úgymond művészeti alapom. Onnan indul ki minden munkám, valahol mindenben ott van. És miért? Hát azt tetszik nekem, szóval én egy reneszánsz ember vagyok, ezt hozzá kell tegyem. De mindenbe ám, nem csak hogy ebbe, abba. De miben nyilvánul meg? A háztartástól kezdve, hát az alkotásaim természetesen, azok mind ennek jegyében születtek, és születnek ezután is, mert engem ez érdekel, nem mintha más nem érdekelne, de ez a fő irányvonal nálam. De a reneszánsz forma, nyelv, a humanizmus, Minden benne van. Uh-huh. A formanyelv, a humanizmus, egyáltalán az a fajta életérzés, ami ahonnan ez kiindult, és az nem egy állam volt, mint a magyar állam, hanem kis királyságok, meg hercegségek, akik aztán csak összefogtak valahogy. Uh-huh. És ez esetleg megnyilvánul az ön esetében is azzal, hogy több mindent csinál, mert Józsefről tudom, hogy verseket is ír például. Most kiderült számunkra, hogy veterán autókat javított, újított fel, igen, varázsolt újjá. Hát én is hoztam, mondom, hát ha nem hozza el. Ez egy másik könyve. Igen. Erről majd egy kicsit szólok. Jó. Önök egyébként régi munkakapcsolatban, vagy alkotó kapcsolatban vannak egymással? Hát én szeretném mondani, hogy hát kb. 30 éve ismerem az Erzsikét. Uh-huh. Ő volt itt Vácon a Múzsa Egyesület, Művészet Egyesület elnöke. 22 évet csináltam azt. Uh-huh. És hát sokszor volt közös kiállításunk. Igen, így van. És ez a kapcsolat sosem ért véget, meg nem is fog. Ez nem is lehet, mert hasonló gondolkodásúak vagyunk, szeretjük a szépet. Tehát maga a reneszánsz az egy újító életérzés. Tehát a semmiből is valamit kell csinálni, ami tetszik az embereknek, és utat mutat, és örömmel veszik, örömmel néznek rá, örömet ad. Tehát, nem ad keserűséget az emberek szemében, meg az agyába, meg a szájába. Uh-huh. Tehát ami túlmutat a régi letűnt korszakokon, és felhasználja a régi korszakoknak a pozitív részeit is. Hát például most voltam, végre eljutottam Rómába és Firenzébe, két hete jöttem haza, hát ez csodálatos. Tehát más, mint a televízióban vagy filmen, ott azokon a kövekkel lépdesni, és azt a hatalmas tudást felmérni és befogadni, hát szinte lehetetlen, mert hát egy-két nap alatt nem lehet, de több év is kell talán hozzá, hogy úgy megöljön az emberben. Hozott esetleg haza olyan inspirációt, amelyet megvalósítani készül a római útról? Hát mindig van, általában gondolatok vannak, ami majd versekben fogalmazódik meg. Tehát hogy Firenzébe is végignézi az ember a ottani művészeket, a képzőművészektől kezdve a tudósokig, szónokokig. Tehát mindegyik hat valamilyen fokon. Tehát úgy tudom, hogy régen azért egymás elől titkolták bizonyos körök, mondjuk úgy, hogy szakkörök, tehát iskolák a tudásukat, és mégis azt valahogy el kellett egymástól lopni, elnézni, vagy megnézni, és akkor rájönni, hogy hogy csinálják, és ilyen vetélkedés folyt, és annak ellenére, hogy titkolták, mindenki csodálatos dolgokat alkotott. Tehát ez egy nagyon fantáziadús és tudásalapú időszak volt. Időszak, igen. Igen. Ön egyébként inkább költőnek, szobrásznak vallja magát, hogy melyik tevékenységben aktívabb, vagy ezek kiegyenlítik? Én úgy vagyok vele, hogy amilyen kedve van. Tehát nekem mindegyik az én gyerekem, vagy én vagyok az ő gyerekük. És azt kell mondanom, hogy maga a szobrászat, én lemezszobrokot kovácsolok, mondjuk úgy, hegesztéssel, kalapálással, mivel a szakmám is karosszéralakatos
volt, meg az is még, illetve ebben mester vagyok, mert megvan a mesterlevelem is, és gyerekkorom óta ott volt a közelebben a tűz. Kovács műhely volt mellettem, ott fújtattam, és az a tűz most is a reggesztőpisztolyban ott van mindig, szóval ettől nem tudtam leszokni. És megmondom őszintén, ez az ilyenfajta munka, ez fizikailag is nagyon nehéz. Tehát nem mindenki vállalja be még a művészek között sem. Úgyhogy meg kell küzdeni. A szobroknak van egy plusz jelentés tartalma. Ugye jól érzem, tehát ami a plakáton is szerepel szobor, a végtelenség fogja. Igen. Ez alapvetően jellemző a kiállításra, tehát hogy plusz jelentés tartalom, plusz mondani való van egy-egy alkotás mögött? Ez maga az egész életünk, hogy a végtelenség. Még nem tudjuk, hogy hol van vége a világnak, hogy nincs is vége. És mi ebben foglyok vagyunk, mert mindig ki akarunk belőle törni. Hát jó, valameddig feszegetjük a hálót, de ki tudja, ki tudunk-e belőle törni. Szóval, szerintem foglyok vagyunk. De jó értelemben. Mennyi ideig készültek erre a kiállításra, vagy milyen munkákat ölel fel? Romantikusokat, az ennyi meg biztos, hogy mind. Uh-huh. Mind az. A legutóbbi munkám az február 24-én készült, amit most ki fogok állítani. Uh-huh. Hát most, az utolsó, amit most ki fogok állítani. Kicsit kaphatunk abból ízelítőt, hogy milyen témájú alkotások ezek, portrék inkább? Azok is vannak. Szóval nálam a képzőművészetek szinte minden kis csücskét igyekeztem kikotorni, hogy mi az, ami nekem tetszik ebben, és azokat megvalósítottam. De például? Hát ilyen például a vigaszfeszítéses bronzöntés. Hát ezt nem csinálja Magyarországon senki, csak én. Uh-huh. Ezt Olaszországban tanultam. Szóval ez nagyon érdekes dolog, egy különleges ügy, tehát itt minden öntve van, bronzból természetesen. Hát itt most lesz, ezek körplasztikák, tehát körbe kell járni, hogy lássa, hogy mit is lát. És aztán a nagy része az tűzománc, tehát olyan alkotások. Mind a romantika és a reneszánsz jegyében készült alkotások, Dúl király lányai és a magyarság, szóval ez nagyon fontos dolog. A magyarság fontos egyébként? Egy nagyon fontos. Nagyon sajnálom, mert történelmet nem tanítják így az iskolákba. Na, szóval Dúl király leányai, akik ugye hunos magyarnak lettek a feleségei. Hát ezt állítom, hogy rajtam kívül nem tudja senki. Hát majd most bemutatom őket, hogy egyáltalán hogy néztek ki. Alatta is lesz egy bronzszobrom. Igaz, hogy nem abban az időben játszódik, mondjuk annak az ábrázolása, hanem egy mai natur dolog, Vénusz köldöke. Na, ezt kap ki, ne a náthát. Szóval bronzszobraim lesznek, bronzplakettjaim, hát a lovakat imádom. Hát lesz lószobrom is, és két olajfestményem is lesz, ami a magyar fajtát, a bói sárgát ábrázolja, rendkívüli ló. A Horthy rendszerbe kezdték ezt tenyészteni, és sikerült egy olyat kitenyészteni ebből a lófajtából, ami versenyló, hogy nem igát húz, meg ilyesmi, és gyönyörűek. Az én két portrém, miután én magam is lovagoltam, tehát nekem egy ló az nem, hogy mindjárt megrúg, hát eszembe se jut. Szóval elég az hozzá, hogy a lónak, szóval, hogy milyen tekintete van a lónak, ez egy roppant okos állat. Igen. Olyan tekintete van, hogy például az egyik képemen úgy tudtam megörökíteni, hát mondom, egy ló, ha így néz valakire, hát az meneküljön, mert úgy felrúgja, mint a fenem, mert valamiért megutálta. És az egyik lóportrém egy ilyen. Szóval ott van benne az, hogy de innen takarodj, mert akkor ezek nagyobb alkotások, ugye? Tehát... Igen, hogyne. Igen. Önök egyébként egymással megbeszélték, hogy ki mivel készül erre a közös kiállításra, vagy hogyan zajlik? Azt igen. Hát ugye én tudom, hogy ő milyen stílusban dolgozik, ő meg tudja, hogy én milyenben. És láttam, hogy voltam a Erzsékénél, és megnéztem a van egy magángalériám itt a házamnál, amit lehet látogatni. Neked ki szeretne állítani, de hát azt hiszem, van választék. Elég választékos lesz, és hát én is a szoborképeket készítettem Orpheus Eurydike, a görög mitológiából, és Ikaros például, ez is egy szoborkép, de aztán benne van a modern fantázia is, tehát
az ókortól kezdve mai napig úgy lehet mondani, tehát minden, ami... Minden irányban alatt kihasználunk. Művészethez tartozik. Tehát akkor önök részből is nagy kísérletezők mondhatjuk. Azért, hogy ne. Ajaj, de mennyire? Részből, acélból, kőből szoktam készíteni. Én csak részből készítem a szobraimat. És nem, nem részből, bronzból. Nem tervezik esetleg, hogy közösen készítenek valamit? Nem gondolkodtak hát, még ebben? Nem, még ez nem jutott az eszembe. Hát nekem eszembe jutott, de sokszor szerintem annyira el vagyok foglalva. Mert, ez is igaz. Mert hogy nem lenne időnk, mert nekem is vannak ilyen elkötelezettségeim, amit majd meg kell csinálnom, de hogyha most megint vele fogok valamit, akkor nem biztos, hogy lesz idő rám a kötelező dolgokra. Hát igen, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Ha tinédzser lennék, akkor biztos bevállalnám, hogy na, valamit együtt csináljunk. És megmondom őszintén, hogy azért lehet, hogy kifejezőbb lenne valami oknál fogva, hogyha ketten csinálnánk, de sokkal hosszabb munka lenne. Uh-huh. Na, egymással is meg kellene vívni, hogy hogy gondoljuk. Az biztos, hogy arcolni kellene. Jó, hát akkor egyelőre a közös kiállítás marad. És szeretettel várom a Váci és egyáltalán a környékbeli lakosságot. Az én nevemet elég sokan ismerik ebben a városban, de a környéked is, mert 22 év voltam a Váci Búzsa Egyesület megalapítója, és azt tartottam 22 éven át. Nem hoztam egy könyvet, úgy, de rosszul tettem. Majd legközelebb. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást, de gondolom mind a ketten így gondolunk, hiszen azért vagyunk itt. Még és hát várjuk a látogatókat. Annyit szeretnék hozzátenni magamról, hogy azért a verseimet meg is szoktam zenésíteni, és elő is szoktam adni gitárkísérletében, amit eddig nem mondtam, úgyhogy ez is a reneszánsz ember, hogy többféle művészeti ágban próbálom magamat kifejezni. Úgyhogy szerencsém van, mert mindig van, amelyikben jól esik, és így változatos az életem. Köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.